A holland falu lakói nem jutnak dűlőre egymással a Károly Róbert körutat érintő közlekedési rendváltozásával kapcsolatban. Az ott élők attól tartanak, hogy meg fog nőni a kis utcákban a forgalom. Szemereini Pataki Klaudia polgármestere a körzet önkormányzati képviselőjét, Józsa Bálintot és a holland faluban élő Kopping Rita képviselőt arra kéri, hogy intsék türelemre az ott lakókat. Én ugye arra kérem, hogy egyrészt tájékozódjon mind a két képviselő pontosan a forgalmi tervek kapcsán, pontosan azt, hogy milyen előzetes tervek, forgalmi modellek készültek el ebben a kérdéskörben, és próbálják a legtöbb információval ellátni az ott lakókat, ott élőket, akiket ők képviselnek, és próbáljanak mindenféleképpen nyugalmat és békét teremteni. Józsa Bálint a térség önkormányzati képviselője, aki egyébként örömmel fogadta a Károly Róbert körút kiépítését, júliusban hívta össze azt a lakossági fórumot, amelyre nem csupán a Hanusz István utca lakóit, hanem a teljes holland falu lakosságát meghívták, hogy mondják el a problémáikat. Akkor sikerült némi kompromisszumra jutni, ám azon lakók, akik nem vettek részt ezen a fórumon, most petíciót nyújtottak be a városvezetésnek. Attól függetlenül a fórumon sokan voltak itt, de volt, aki nem jött el, és mégis érinti őt. Tehát ugye ezt nem tudjuk előre, hogy ki fog tudni eljönni, és ki nem tud eljönni. Az a lényeg, hogy ez egy olyan gerjesztő folyamat volt, vagy azzá vált, ami gócpontot képezett itt a holland faluban. Én 2002 óta lakom itt a Hanusz István utcán, a holland faluban. Kopping Rita önkormányzati képviselő is azon utcák egyikében lakik, amelyeket érinti az útszakasz. A politikust arról kérdeztük, hogy kikérték-e a terveket. Nem annyira ismerjük a terveket, tehát azt látom, hogy ugye Hanusz István utcára nem lehet ráhajtani az elkerülő útról, hanem ide terelik erre a kis szűk kis utcára, ami körülbelül 2 méter széles, körülbelül olyan, mint a Hanusz István, vagy még egy kicsit keskenyebb is. Tehát vannak benne értelmetlen dolgok, amit most így a táblákról lehet látni, de konkrét terveket, az, hogy milyen egyirányosítások fognak történni, azt nem ismerjük. Az önkormányzati képviselő elmondta, hogy a pályázat miatt kellett úgy megcsinálni ezt az utat, ahogyan most elkészült, hogy át tudják adni. Szemereini Pataki Klaudia polgármester arról beszélt, hogy ez egy teljesen új szerkezeti beavatkozás, amely fog változásokat hozni. Amíg nem kerül átadásra, és nem látjuk ennek a forgalmi lecsapódását pontosan, addig én azt gondolom, hogy ne üljünk föl különböző hullámokra, és ne pánikoljunk előre. Persze azon vagyunk, hogy minden változás után megtaláljuk azt a kompromisszumos megoldást, ami mindenkinek úgyse lesz jó, de legalább megközelíti azt az állapotot, ami jó lehet. Szemereini Pataki Klaudia azt is elmondta, hogy az út tervezése során elkészült egy forgalmi terv is, amely azt mutatja, hogy a kis utcákon és a március 15-e utcán csökkennie kellene a forgalomnak. Azért épül meg mögötte a Csalánosi körútnak a folytatása, ami beleköt a négysávos Budai út részébe. Egy nagyon szép körforgalommal, könnyen elérhetően onnan az északi elkerülő, akár a belváros bevezetése négysávos szakaszon. Tehát egy teljesen más közlekedési szituáció alakul ki, és ebben kell megvárnunk azt, hogy tényleg ezt igazolja vissza az élet. Hogyha nem, akkor természetesen közbelépünk és megtaláljuk a kompromisszumos megoldást. A Károly Róbert körutat a következő hetekben adják át.